Szevasztok, szevasztok, köszöntök itt mindenkit a Konzolok Szerző YouTube csatornán, a Mester vagyok, és ebben a videóban, ebben a live-ban Sniper Elite 4-el fogunk játszani, srácok, fiúk, lányok, felnőttek, gyerekek, fiatalok, öregek. Kértétek sokan, viszont ugye mondtam, hogy egy nagyon népszerű játékról beszélünk, nagyon gyorsan elfogyott, és nekem már nem jutott, úgyhogy most eljött az ideje, hogy Xbox One-on fogom most játszani. Érdekes módon egy multi címet, ugye egy multiplatform címet, most Xbox One-on játszok, így kértem, hogy nézzük meg az Xbox One-t. Solo Survivor, na nyomjunk egy kampányt, végig fogom tolni. Fair Challenge, Simplify Bullet, Unform. Light Challenge, na jó van, menjünk ebbe a normálba, nem? Nézzük, hogy normálba mi a helyzet. Jó, mehetünk, nézzük. Szevasztok, szevasztok. Hogy vagytok, mi újság? Festettem tegnap, srácok. Festettem tegnap, ugye mondtam az előző videóban, hogy mi a tervem. És meg is valósítottam, aki ugye Facebookon látta. Az már látta a képet is, hogy mi újság. Látjátok, hogy új a headsetem. Razer Manowar 7.1. Kérem szépen, baromi állat. Viszont a zöld háttér ezt a sávot itt elveszi, vagy ez átlátszó, vagy mi van vele? Igen, mert hogy zöld, tehát a Razer az nem egy zöld háttér barát. Dolog, de ez itt zöld. 1943, hogy az olasz fronton fogunk most akciózni. A háromba, Afrikába voltunk főként. Mi a véleményed a Call of Duty Black Ops 3-ról? Teljesen jó játék. Urged an allied invasion of Italy. Teljesen jó játék, és nagyon szokatlan az Activision-től, hogy még most adott ki hozzá kiegészítést, úgyhogy még egy lendületet adott a játéknak. Érdekes módon. General Dwight D. Eisenhower, Allied Commander-in-Chief, is masterminding the entire Mediterranean strategy. As for me, I'm headed for San Salini. A secluded island to Italy's southwest. Mi lesz itt, kérem szépen? Lövöldözés, mint az állat. Sniper Elite 4. Az első része egyáltalán nem játszottam, de megvan. Vagy megvolt vala a PC-re, megvolt. A második része sem olyan sokat nem jött be. British intelligence thinks the Luftwaffe's presence on San Salini might explain why. The Royal Navy dispatched a captured Italian freighter, the Orchidia, to investigate. She was equipped with the very latest radio interception equipment. The intelligence she gathered confirmed our worst fears. The Nazis have a new wonder weapon. Survivors from the destroyed ships have talked about a new kind of missile. Radio controlled from the plane that launched them. These rockets can track our ships with lethal accuracy. The Orchidia's job was to monitor Luftwaffe radio transmissions and find out what the Germans are up to. Even if that meant making the ultimate sacrifice. Now we need to know what the Nazis are planning and how we can stop them. A member of the Luftwaffe's top brass is on the island. General Tobias Schmidt. Schmidt would never let himself be taken alive. And he'd never betray his beloved Führer. But he might just be carrying some information we can use. My mission? Kill Schmidt. Kill all high-ranking officers. And get the hell out. Világos volt, hogy ki kell nyílnom. Figyelj, tök jól néz ki. Mondjuk a három is baromi állatul nézett ki, viszont... Need to make sure those men didn't die in vain. Ugye itt azért jóval több a zöld terület, meg a növényzet, mert a sivatagban aztán nem sok mindent kell lemodellezni. Na, mehetünk? Ugye itt lehet lopakodni igazából rajtad áll, hogy hogy oldod meg a problémákat. Aj, de kézre áll. Amúka. Gondolom, hogy picit betanítanak majd.
itt föl tudok mászni vajon? Ó, de tudok. Reckon I could take this fellow down without making a noise. Jaj! Ó! What's that? I could use my binoculars to check it out. Schönes Wetter. Recht so. Immer fröhlich bleiben. Jó, ki tudom őket jelölni, hát ez teljesen világos. Nagyon jó. És azt meg figyelj! Azt meg le tudom. Le tudom lőni. Holding my breath will steady my shot. Okay. Boom! Nagyon állat, nagyon tetszenek ezek a lassítások egyébként. Szevasztok, szevasztok! Jaj, az ágyú el fog találni benneteket. Hát, micsoda véletlen baleset, mi? Nicely does it. Jó, oké, elbújjunk. Hát gondolom, itt már nem lesz senki. Á, jó, oké, Franco király. De az is lehet, hogy géppuskával bemegyek, aztán halomra lövök mindenkit. Ez is, ez az opció is fönnáll, ezt is választhatod. Majd meglátjuk. Jump it. Jump the gap. Ó, ugorjuk át. Oké. Jó, nagyon ügyesen mozgunk itt a terepen. The only way is up. Hát ledurrantottuk itt az ágyúval a fiúkat. Jó, király. Might be worth searching those bodies for ammo. Oké. TNT. No more to find here. Nagyon bátran megyek. Egyenlőre. I'm harder to see in foliage and in shadow. Jó, oké, hát ez világos volt, hogy nehezebben veszik észre, hogyha itt vagyok a növényzetbe. Fú, azt mondja, itt van Schmidt úr, ugye? Aha, és akkor vannak ilyen opcionális mellékküldetések. Jó, oké. Király. That tower looks like a good vantage point. Ebben a játékban annyi az újdonság, hogy igazából ezen a nagy térképen több tennivaló van kirakodosva, és te választod meg a, ennek a sorrendjét. Na nézzük csak. Aha. What's with the camera? Oké, okay, benzin. Well, hey there, fella. You're on my target list. Hát mindenfélevel ki tudjuk őket nyírni. Na jó. Szóval mester, sikeresen meg lehet a Forza Motorsport 6 Lorán testvér segítségével, hogy megengedte, hogy mikor a tervezek. Nem tudom, hogy mikor a tervezek. Az az igazság, hogy nem tudom. Jó, ott is vannak a fiúk. Na, azt ledurrantjuk ott azzal. Király. Gyerünk, 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 sétálj! Elhibáztuk. Elhibáztuk, srácok! Szevasztok.
Na jó, lefekszünk neki. Neki kell, hogy feküdjünk. Jó, picit följebb kell állítani, hiszen írta, hogy normálban azért van valami kis golyó fizika. Tehát valami fizika azért került a játékba, ezen a szinten. Aha. Jó. Jó, azért mutatja nekem. Búm! Gyerünk, 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 érj oda! Ó, fiú! Páf! Eltűnt! Jó, keresnek, azt mondják, hogy keresnek. Hát keressetek csak, srácok. Nem érdek, hogy észreveszek, úgyse jön el ide senki. Nem látják, hogy honnan lőttem, mert csak ő csak hárman vannak. Persze mindenféle gépet be lehet indítani, meg a tüzérségi lövegek mikor lőnek, tehát van itt azért komoly taktikai lehetőség a játékban. Olyan nagyon azért nem keresnek. Nézd csak. Bum! Ezt nem találtuk el. Figyelj. Állatul néz ki, és Xbox One-on játszom. Headshot! Így van. Az meg még mindig ott bujkál. Hát én akit lehet innen leszedek, aztán szépen oda... Oda megyünk. Ki kell csaljam a ketrecből azt a kis majmot. Nem jön ki, nézd meg. Na az az, tudtam én. Ez az. Megnézed mi... És visszabújt! Miért bújtál vissza? Nem tudom átlőni a falat. Na jó van. Jó, hát lehet, hogy már sejtik, hogy hol vagyok. Aha, most láttak. Jó van. Nem probléma. Ide. Gyertek ide, srácok! Ez igazi sniper elit vagyok, értem. Jó, hova bújsz? This place is one big propaganda effort with the Okidia center stage. Ennyik voltatok, srácok? Ez most gatya lesz nekem. Hát nekem nem lesz gatya. Ő azt tudja, hogy én még ott áll. Csak nem tudom, kire lövöldöznek éppen.
ez az. Úgy van, viszont lángos. Igen. Figyelj, itt a térkép első 10 méterig kinyírok mindenkit. De brutális. Egy jó anatómia óra, nem? Na, hol vagy? Ezt elhamarkodtuk. Jó, ez olyan lövés lett, belassul és fekete fejjel. Pont a fejét, szegénynek pont a fejét találtuk el. Futás közben, boom! Komoly. És még jönnek, nézd már. Nem bírtok magatokkal, srácok? Ó, a fenébe! Húzzunk innen. Csak kilőttek. Jó, okosabban kell ezt csinálni. Okosabban kell ezt csinálni, úgy látom. Ja, hogy már mindegy, teljesen mindegy, ugye? Szavaszom az ország voltjára, rátok királyok vagytok, csak így tovább. Köszönjük szépen, szevasztok! Ó, a fenébe megláttak. Nem hiszem el. De nem tudunk előre haladni. Az a helyzet, mindenki nem tudok lelőni szerintem. Turbónáci, mi? Jó, látom. Látom, látom a fiúkat. Miért ilyen undorítóra csinálja meg, mikor telébe megy? Á, ez a játék jellegzetessége.
Jó, hát ti Luffy-ra mentetek, mert nem ott vagyok már. Ez a játék egyik jellegzetesség, ez a bullet cam, hogy igazából belassítják és ilyen X-ray camnek is mondják már ezt a részt, amikor... Ajlá, megláttak, nem igaz. Amikor ugye röntgen felvételen mutatják, hogy mit okoz az a golyó, az a lövés. Hát ott vannak néhányan, nekik megyünk. Nem, aj, nem tudunk! Fú, pat helyzet alakult ki, fiú. Jó, oké, na. Oké, vegyük elő a Call of Duty-ból tanult dolgokat. Viszont látásra. Itt is a fűret mindenhol ki kell nyírni. Mindegyik részbe ki kell nyírni a fűret. Szerencsétlen. Na, gyönyörű, innen kezdjük. Jó, hát ez nem az igazi. Hát végem van. Persze, aki szereti, az ezért is szereti. Megpróbálunk visszavonulni, ha lehet. Normálban a játék iszonyat kemény lett, nézd meg. Én a Sniper Elite 3-at normálban nyomtam végig, és nem emlékszem rá, hogy ennyire brutálisan durva lett volna. Most komolyan. Most bekütöző a kis sebeimet. Na, ne lövöldözz már! Hogyne már, hogyne. Jó, valahogy össze kell szedni magam most már, kész. Xbox van, ahol játszom most. Almost down empty. Oh, azt a jó eget. De király! Játék mindenféleképpen szeretne rákényszeríteni arra, hogy már pedig használd azt, vagy játsz úgy, ahogy ők gondolták. Mégpedig azt, hogy ez azért ne az... Aha. Ott a fiú. Ott lesz bent, jó. Oké, na. Eddig királyok vagyunk. Még mindig ott jön két mókus. Hogy meg én meglátok valamelyik. Hol vagytok? Hol vagytok? Hol láttok? Nézd már. Mindenhol ugyanolyan drága lesz, srácok, úgyhogy... Ezt tessék elkönyvelni, hogy az egy prémium gép lesz. Ehhez tartozó ára lesz, már nagyon sokszor megmondták, ott áll velem szembe. Oh! Nem voltam erre fölkészülve. Esküszöm, nem látom. Ti látjátok? Nézd, már ott van. A kis piszok szállt szem előttem, te jó isteni. Hú, na, fosszuk ki őket. Hát ugye van náluk egy kis babkonzerv kolbásszal. Tök ist kapott. Igen, hát ő volt a legjobb, a legdurvább, aki most megszívta. Think I've grabbed all I can. Jó. Oké.
Van gránátom is, nem igaz, hogy megint meglátott. Ki? Fene, ennem egy komoly. Nézd a Terminátort! Na, azért. Jó, riadóztatva vannak, de én azt gondolom, most lefekszünk egy picit. Mi a különbség az Xbox One és az Xbox One X között? Az Xbox One X, jóval erősebb, 4K 60 FPS-ben futtatja a játékokat. Jóval erősebb gép. Ugyanaz, mint a PlayStation és PlayStation Pro esetében, tehát egy jóval erősebb modellről beszélünk. Ez nem azt jelenti, hogy külön választják az Xboxos tábort, mint hogy a PlayStation-os tábort sem választották külön. Minden játék jönni fog Xbox-ra, simára, sima One-ra, illetve ugye van S-re, és van X-re is fog jönni minden. Viszont van X-en ugye 4K-s textúrákat kap a játék, és 4K-ban fut 60 FPS-sel. Aztán majd meglátjuk novemberben, hogy mi lesz ebből. Az de jól néz ki, nézzétek már! És akkor tudom, hogy ment mindig ez a cicarsz, hogy az Xbox van milyen gyenge konzol. Nem, én nem látom ezt. Úgyhogy nekem PlayStation 4 Pro van mellette. Tehát én ezt nem látom. Tehát nekem ez a grafika teljesen jó. Na jó van, leküzdöttük az első akadályokat. Ez így izgi lesz normálba végig. Jó, most már meg kell várnom a repülőt, tehát nincs mese. Nincs mese, okosba kell csinálni, okosba óvatosan. Hát ThinkPD, írd le mondjuk, hogy melyik játékra gondolsz, és akkor megmondjuk, hogy melyik az a játék. Nézd meg az oldalon, ott van egy oldalt, jobb oldalon egy ilyen megjelenési lista, és ott meg utána tudsz nézni ennek is. 2011-ben nincs olyan rossz grafika? Hát szerinted. Szerinted nincs, van azért. Jó, hogy az olyan messze van a fiú, jó. Guess I grabbed everything useful. Ezt itt el kell kapnunk. Ott álltok a... Fiú. 160 méterre fiú. Galambok. Egy fiú őrzi csak? Lehetetlen. Kis galambok. Igen, az Uncharted-nek a kiegészítője. Ketten vannak, jó. Oké, srácok, hát akkor kettőtöket kell, hogy kilőjelek. Várj, mert közben akció van. Van egy őrtorony. Látjátok? Psz.
Szó, ki gondolta volna, mi? Meg állt mellette is egy úriember, én úgy láttam, ott van. Aj, de kemény lesz ez. De kemény lesz ez. Semmi nincsen, amit... Nem lehet fölrobbantani ezt a tornyot? Nem. Ó, nem már, hát hányan vagytok már? Komolyan mondom, egy komplett ilyen napközis csoport. Fölgyűlt oda. Lészél egy longshotot, mindjárt! Lehet most egy hülye kérdést teszek fel, kijött PC-lés? Kijött PC-lés, igen. Igen, kijött. Jó, most megvárjuk a repülőt, nincs mese. Megvárjuk a repülőt. Egy valami zajt. Először leszedjük azt, aki ott van. Ő lesz az első. Nem igaz, hogy meghallották! Nem is értem akkor. Nézzenek oda! Föltüzeltük a fiúkat! Jó. Ez nagyon durva. Nem emlékszem rá, hogy az a játék ilyen kemény lett volna, szevazzunk. All clear, nagyszerű. Nem emlékeztem, a Sniper Elite nem volt ilyen, nem volt ilyen kíméletlen. Köszi szépen a feliratkozást! Megpróbáljuk őket becserkészni. Kegyetlen ez a belassítás. Az biztos. Menjél már, fordulj meg! Úgy van. Jó, majd visszajön ide, akkor elcsípem. Remélem, hogy mint a Gears of War-ba át lehet rántani a fedezéken. Aki tudja, hogy át lehet rántani, az most írja meg, nehogy aztán itt hiába várjam. Van nekem egyébként szerintem... ilyenem is. Jaj! Ajjaj. Német nyelvművelő, a fiú. Na gyere ide! Gyere ide, egyel meg azt a kis kopasz buksidat. Oh.
Nem már! Mi az, hogy cover blown? Csak ez a csávó látott, és nem nagyon tudott SMS-ben senkit értesíteni, meg Facebookra se tudtuk kiírni, hogy hé, itt van! Ugye? Ez a fegyverre figyelni kell. Ez a fegyverre figyelni kell, nem életbiztosítás. Gyere, pakoljuk ki a fiút. Fölvetjük a testet és el tudom rejteni, nem érdekes. Maradjon csak itt. Mementónak. Itt marad mementónak. Mint 20-nak romvára. Na, őrzik a fiúk ott a bódét. Épp ezért jó? Ezt gondolod? Nem tudom. Tehát az sem működik, hogy most nekik rohanok, és akkor leszedegetem őket itt a hídon, mert egyszerűen annyian vannak, hogy nincs esélyem. Próbálom föltérképezni a terepet, hogy esetleg valamit fölrobbantani nem lehet. Nem tettek ide ezek a piszkos gazemberek valamit? Valami robbantani valót esetleg? Dehogy nem. Azt tudja, hogy fel lehet robbantani? A kocsikat? Ki posztolta? Nem posztolta ki. Éppen egy tweetet írt, de nem jutott a végére. Tehát valamivel tudja, hogy lehet itt zajt kelteni. Mert nem tudunk bejutni mögéjük. Ha csak nem. Hát mondjuk arról sem. Na ez az! Ó, itt az esély. Most. Ó! El így fog orvoshoz. A haverja az meghallotta, vagy meglátta igazából. Ebb volt nehéz észrevenni, hogy az egyiknek kiesett a tejfoga. Ah, most összesűrűsödnek. Te figyeljétek majd. A háznak tényleg kiesett a tejfoga? Most 45 évesen? Ja, kiesett neki a tejfoga. Gyere, keressük meg. Hallod, el kell vinni a fogtündének estére. Nagyon keresik ott azt a tejfogat. Kirakta Instára, ja. Várjuk a repülőt. Várjuk a repülőt, vagy padost. Hogy donételjen nekik, hogy menjenek haza. Bölcsességfogat is kivitte. Jaja. Fájt neki biztos. Jó lenne, hogyha... Figyelj, én rálövök a teherautóra. Lesz, ami lesz. Jó, hát jó gondoltam én. Jó, ez az. Jött a hepülő. Ez meg mellé ment. Jó, király vagyok. Figyeld! Gyorsan megláttam, hogy ott van valami csat. Jó, nem is hallottak, nem tudják, hogy hol vagyok. Robbant a buli. A robbanó cukorkát tárolták abban a ládában, tudti. Jön a repülő, még egyet leszedünk, aztán szerintem át is tudok fáradni a hídon. Ott jön a repülő.
Nézd meg oda a kis parkúrost. Hát ennek már hiába viszed a protkót. Jön a repülő, ez az. Szembe az úriembernek megkínáljuk a sisakját egy kis golyócskával. Gyere már! Na végre. Én kacsintottam neki! Hát ez kellemetlen lehetett. Ez kellemetlen lehetett. Valahogy nem tudom eltalálni. Azt jelenti. Amíg nem piros, nem, valahogy nem tudom. Várjál, ott volt egy pillanat. Közben úgy rezeg a kontroller, hogy... hagyjuk. Hogy fogy a levegő, és azt érzem. Milyen, és normálon játszom, Robi. Normálon játszom. Köszönöm a lúcot. Ezt küldhettek nyugodtan, mert nem külditek. És így hogy gazdagszok meg, srácok, nem küldtek nekem ilyen lúc üzenetet, mi? Na, jön a repülő. All clear, azt mondja. Jól van. Normálon és brutálisan büntet a játék azért, hogyha ész nélkül vereted neki. Na, hogy azért tudjátok a Hitman streamből, hogy én aztán a lopakodást nem nagyon tűröm. Tehát ezt meghallották, az tuti. Ilyenkor, szerintem ilyenkor nyugton maradok, akkor nem kezdenek el keresni, hanem így konstatálják, hogy hát valaki valahonnan lelőtte a fiút, de Jürgen úgyis megérdemeltem, egy szemét volt. Hova szaladsz, Jürgen? Egyelek is meg. Puh! Oké. Ó, srácok, jött egy telefon. Ezt föl kell vegyem, az a helyzet. Akkor nem telefonázunk. Azt a jó, hogy... Hasonlít a főzs a Dead Risingról? Ró. Na, a fiúk oda gyűltek, nézzétek meg, egy jó kis ilyen... ilyen Majorette csoportot alakítanak most, azt mondták. Bocsi, erről elfelejtettem esetleg, kösz a streamet, nagyon szívesen. Ja, ne feledkezzetek már! Ne feledkezzetek el róla. Figyelj! Ó! Pont így súrolta neki a fejét, mi? Headshot! Ott mindenek vége lett!
Nincs ott már senki, mindenkit kilőttem, nem? Na most bátran átkocogunk oda. Ilyen sovány malac vágtában. Mondom, szaladsz. A villa. Nem a pálca zárda, igen. Az ott van még valaki, nézd már. Ezzel borzalmas dolgokat fog művelni ezzel a fiúval ott. Ó, ne, ott is vannak. Hát dugig van. Nézd meg. Ó, ott szűköl. Valahogy mögé kellene menni, Pfff, te kinek beszélsz? Kinek magyarázol? Ráfázol? Hola! Kiderült, hogy még ott vannak fönt ketten. Nem hiszem ezt el. Ez nagyon durva. Nagyon durva, hogy ott vannék fönt kettő. Szevasz Balázs! Tök jó a grafika. Azért védekezz. Teherbe ejtem a fiút. Azt mondja, Mint hogyha hallottam volna, hogy mit mondok neki. Enemy spotted, na! Ne csináljátok már, srácok, ugyan már, most nincs harag, nem? Most azért, mert ilyet mondtam nektek. Zinzibet, bizzibizbővel, jó van már. Csat! És még mindig vannak fönt ketten, hihetetlen. Az egyik, ki fog szaladni az erkélyre, figyeld. Ott van, tudtam. Nézed csak. Nézed már a tojást. Gyönyörű gurul átfordulás előre. Nem! Fene enne meg benneteket, jó, oké. Te személy, te fújtad meg a sípot! Ezio elintézte. Fenébe. Hú, de mérgesek. Előhívták a gumimacikat. Na, itt a vége, mi? Golyó álló a csávó. Jaj, lehetett volna erre is jönni, nézd meg! Ki van ezt találva? Ki van ezt találva, fiú? Hát itt is föl tudtunk volna jönni. Na jó, oké. Keressetek meg most búcsú. Bújócskázunk. A harmadik részben esküszöm, hogy nem volt ekkora. Nem volt ekkora terület sem, és az már játékban nem volt ennyi. Ennyi lopakodás számomra. Jött a repülő. A szöget ütöttem a fejébe a fiúnak. Jó, hát csak keresgéljetek csak. Nekem most a villát föl kell túrnom. Az most a dolog. Roland Buzsek, köszönöm szépen. Nem, nagyon franka a játék. Én nagyon szerettem eddig is. A kamerát kell kinyírni. Itt a GoPro. Második világháborús GoPro. Ó, oh, de türelmetlen voltam! Jó, egyet elcsíptem. Oké.
Itt a GoPro. Filmeznek. Éppen filmeznek. Jó, hát... Most ez komoly. Nem tudod, hogy kell a GoPro-t kinyírni. Ennyi. Cover blown. Ki látott? Hát nem látta senki. Ne csináljátok, mert senki nem látta. Azért a tisztet kipakoljuk, biztos voltak jó cuccai. Micsoda? Ó, ne. Igen. Pár baj, pont jó mondott, fiú, pont jó mondott. Nézd meg, el is bújt. Need more bullets. Nothing else. Nincsen más. Nincs semmi másom. Mondjad neki. Hát ez, te is befordultál, de pis vagy, fiú. Ilyen ilyet fejet vág. Hát ott kézrátétellel lopok. Ez ilyet csak a 4-es 6-oson tudnak. Figyelj, mennyit fejlődött ez a játék. Tehát nem lógnak bele a hullánk már a falba. Ez totálisan ez a ronybaba fizika, ez megvan, nézd meg. Schmidt body, elvettem a levelét. Igen, és ebből a Thompsonból volt dobtáros is. Képzeljétek el. És a van hozzá, volt hozzá dobtár is. Nem csak ez. Nem csak szekrénytár volt, hanem a dobtáros. Ugye a gangster filmekben azért rendszeresen láthattad. Ott van egy szép. Nézd meg, ott van egy szép. Menjünk már vissza. Azt biztos, hogy ki lehet pakolni. Azért érted, ha már itt akciózunk, járjunk is jól. Takarékbetéteket vegyük el. Elfáradj. Lóba dugtátok a széfet, biztos az emeleten van, mi? Hogy megyünk oda föl? Itt. Ó, emelkedjél föl. Ott van, jó. Hát csak elveszük a Luger. TNT-nk van. Aknánk. Hát itt nagyon sok mindent lehet majd csinálni. Na mindegy, ide följöttünk, innen szétnézünk azért. Na azt már ki tudjuk lőni, ugye? Oda az elejébe kell durrantani egyet. És akkor jók is leszünk. Kadét. Van nála egy medkit. Na figyelj, jajjaj. Nem tudom, elkapja-e még. Á, nem robbant föl. Elbújt mögötte. Ott van mellette, BOOM! Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho! Tripla tólup, hátraszaltó,
Minden volt. Pont a szemébe. Fúj. És csak. Nagy színészek vagytok, fiúk? Nagy színészek. De mellé lőttem. Jó, oké, el kell bújnunk. Mielőtt észrevesznek. Mutatja ott háromszögbe, hogy... Miért nem jött ki PC-re? Lehet tudni, nem jött ki PC-re? Hát én azt mondtam, hogy miért jött ki PC-re? Nem jött ki PC-re? Ne vicceljetek már. Hát mert elkalózkodták biztos. Sniperlane 4. Itt van PC-re, tessék, Steam-en megvásárolható. Itt van. Dobozosan vagy lemezesen valószínűleg nem jött ki. Ugye? Gondolom én. Mert ugye nem lehet, tehát nincsen. Nincsen PC-s verzió dobozosból. De megjelent, tehát megjelent PC-re. Steam-en meg tudod vásárolni. Azt mondjátok meg, hogy miért adtátok fel a leskelődést. A szerencsém van, még a másikat is eltalálom, de nem. Ghost Killer. Nem is hallották, hogy rájuk durrantottam, azt figyeld. Azt figyeld! Toboz mirigyébe lőttem neki. Nem gyerekjáték. Az a baj, innen, ott nem látok senkit. Ott egy kis hangya. Elszaladt. Elszaladt a hangya. Szóval este nagyon menő a headseted, Mivi Csanál. Köszönöm szépen. Razer Manowar 7.1. Tehát brutális. Nagyon jól szól. Nagyon jól szól. Nagyon kényelmes. És ebbe is be tudod dugni. De mondtam is a videóban ugye, hogy amikor kicsomagoltam ezeket a cuccokat, majd jön a teszt. Szép új környezetben, ma csinálni fogok egyet. Már, de azt majd csak holnap kapjátok meg. Hétvégén, majd csak vasárnap lesz stream szerintem. Viszont megpróbálok előre videózni, és akkor naponta legyen valami. Szerinted... Az ciki, ha egy Lion Geek vagy gamer. Miért lenne ciki? Mert az ciki, ha én 30 fölött játszok, szerintetek. Lehet, hogy valaki cikinek tartja, de engem az egyáltalán nem érdekel. Hé, fiú! Hé, Joe! Kezedben a fegyverrel mondd, hova mész. Gyerünk már! Hát, nézd meg. Nem igaz, hogy nem találom el. Füreden melóból nézlek. Bálint, te... Nagyon sokszor nézel melóból. Nézd! Jaj, de bátorak vagyunk. Bátorak? De miért? Most mi van? Most miért nem mutatod, hogy... Jó, a fiú. Ezt bepisíltetem. Ah! Égett a talp alatt a talaj. Jó, de senki nem látta, de meg se történt. De tudom, hogy van még ott egy csicskása. Nem értem. Nem meglátta. Pofám leszakadna, hogyha ezt ennyire bírnám a golyókat. Nézd már! Na végre!
Érte, műtét után jó újra az ismerős adatot látni, csapasd neki. Isti 16. Mivel műtöttek Isti? Remélem, nem golyó. Ó, az óra. Nincs most rajtam az óra, levettem az órát. Rajtam volt egész nap. Hallod? Ez a félelmetesen kegyetlen. Ez, vannak ilyen okos óráim, de ez a Razer Nabu, ez valami brutál jó. És most nem azért mondom, hanem azért napfénybe tökéletesen látod. Nagyon jól látod napfénybe. Éjszaka ugye van rajta egy világítás. Egyáltalán nem tolakodó. Kis okosóra funkciója egy sávba fut, ugye aktivitást mér. Kalóriát, ugye megtett lépést. Meg mindenfélét. Ugye és az értesítéseket neked elküldi. Magdi anyu, szevasz. Alni, ma rendelek hozott hétfőre ideje? Ma 6-a van, csütörtök. Igen. Hát akkor hétfőre, igen. Ha reggel rendelted volna, meg már hétvégén nyomhattad volna. Ott van. Ott van közben. Ez ilyen nyugodt játék, olyan ez, mint a horgászat, nem? Pum! Olyan ez, mint a pecázás. Csak picit véresebb berábrázolják, de egyébként pont olyan. Úgyhogy az óra nagyon menő. Ezeket majd mindent meg fogjátok látni, külön kis videókat csinálok belőlük. Ugye kifestettem a szobát szürkére. Tehát egységesen szürke a háttér. Nagyon-nagyon állat. Kösz a lúcot! Közben szűkölve megyünk előre. Azért komolyan fokozatban el sem tudom képzelni, hogy a normál ilyen mocsok nehéz, kiraboljuk az officert. Tiszt. Jó lett a falmester, Milán, köszönöm szépen. Nothing else to find. Mennyibe kerül az okos órát? Most pontosan nem tudom neked megmondani, így hirtelen. De mindjárt. $47,590, tehát nem a legolcsóbb. Viszont van ilyen okos karkötő, tehát azok is tök jók. Akit érdekel egyébként, tehát akit érdekel. Viszont hogyha egy órát nézel, nézd a kis kopaszt. Hova mész, Zidán? Ezt kiköpte a tejfokát, azt tuti. Jó, egyre jobban jövök bele. Mondjuk, tehát egy órához képest, egy jó órához képest, ez nem pénz. Már aki úgy az órákban úgy érdekelt, és nem elégszik meg mondjuk egy 6000 forintos Casioval, ami egyébként tök jó, mert nekem is volt. Meg van is. De jó, igen. Olyan, mint a vadászat, csak itt marhákra vadászol. Ja, ostobákra vadászok. De jó, tetszik. Ezt akartam mondani, hogy egyre jobban egyé válok a játékkal, ezzel a lopakodással, egyre jobban kiismerem a játék által felállított szabályokat, de ez egyébként erről szól, tehát minden játék. Ugye a sakk is úgy van, hogy nem csak teszegeted ide-oda a bábokat, hanem szépen megtanulod a lépéseket, és mindig, minden játéknál meg kell tanulnod a játék szabályait. Mi az, amit lehet, mi az, amit a játék meg fogod büntetni. Mester, megpróbálok összegyűjteni annyit, hogy meg tudjam rendelni a konzol szerződést az Xbox One X-et, csak még tévét is vennem kell hozzá. Hagyjad a tévét, Gergő, a gépet vedd meg. A tévé az megy lejjebb úgyis. Xiaomi okos kartütőm van, 6-ra bérvettem, de egész sok dolgot tud. Igen, ott van. A Razernek sem sokkal drágább ezek az okos kartütői. Ugye nincs rajta kijelző. Nekem is van olyan okos kartütőm, azon mondjuk van egy kijelző, de jók ezek. Érdekesek. De ez az óra, ez mondom, ez haláli. Volt olyan, hogy egy játék volt, persze, hát az mindenki életében előfordult. Nem is egy volt, több. De azt kell mondjam, hogy milyen jó a zöld háttér. Hát most mondd meg, hogy nem jó a zöld háttér.
Úgyhogy én se fogok tévét venni. Az Xbox One X-hez szerintem. Azonnal. Mert ugye azt mondták, hogy a Super Sampling miatt Full HD tévén is jóval jobb lesz minden. És én PS4 Pro-t sem használom 4K-s tévén. De azt láttátok. Milyen tévét. Láttátok, hogy milyen tévét használok, láttátok azt is. Hogy ezt hogy kéne megoldani, azt még nem tudom. Megint egy jó kis feladvány. Azt a fiút el kell küldeni borért. Hát vannak nekem itt eszközök. Na mivel műtöttek? Nem mondtad még. Megmutatom az órát? Meg? Aha. Meg, de zöld. Tehát azt tudjátok, hogy... Tehát Razer cuccok itt van. De zöld. De állat. Föl is veszem, és akkor megmutatom a kezemben. De minden zöld, tehát zöld háttér előtt nagyon nagy élvezetet nem mutat. Tehát jó nagy. Jó nagy. És akkor alul van egy sáv, de majd ezt elmondom külön videóban, mert van egy sáv, ahol az értesítéseket írja ki, tehát Facebook üzenetet fullba kiírja. El tudod olvasni, köszönöm a lúcot közben. És hábdát! Jézusom, mi van neked a térdeden? De nem hallották meg, hogy durván elintéztem. Visszadom majd kenyérrel, mi az? Vacsora is lesz. Nézd meg, hallod a trubadurt, hogy sétálgatott, mi? Figyeld, hallod, esküszöm neked. Pampalini. Pampalini a nagyvadász, gyere. Tableten játszom, igen? Főként tableten játszom. Nem. Egy Alcatel, mit tudom én, de tab 4-en van, meg tab 2-m. Hárman az pont nincs. De a Samsung Galaxy tab 4-en, ezen a 7.0, ezen nem jó. Nem jó. Samsung. Galaxy tab 2, 7.0, az jó, az, figyelj, az patent, azon 60 FPS, ez a Royal is. És az volt az legelső tablet, amit vettem. Úgyhogy most egy ilyen szolgáltatósos, munkahelyes, Vodafone-os cucca. Azt mondja, hármason pont nincs, a hármas az annyira gyenge lett. Úgy kettő van, és láttam egyszer, mutattak egy hármast, és mellé tettem az én kettesemet, és mondom, ez komoly. Konzolban melyik? Hogy nem vett észre? Hát, elbambult a fiú. Melyik? Hát, én nem tudom. Én nekem mind a kettő tetszik, én nem tudok különbséget tenni a kettő közt. Lehet, hogy azért, mert... Egyáltalán nem is érdekel. Ó, az meg egy tiszt. A tiszt úr. Figyelj, a tiszt úrra rádomog egy gránátot. Szép volt. Final curtain, buddy. Úristen, mi történt? Jó. Minden élőadáson, mindenkinél minden élőadáson eljön ez a kérdés. Vagy én nem is teszek különbséget ezek közt. Még itt a PlayStation csődbe menni. Hát ezek olyan feltételezések, ami nem fog bekövetkezni soha. Meg fognak látni! Mert most akarok venni tabletet, mert azon sokkal jobb játszani, mint telefon, csak nem tudom, miért vegyek. Hát Balázs, minőségit vegyél mindenféleképpen. Minőségit is nagyot. De ha nem akarsz sokat költeni rá,
Akkor vannak ezek a... Nem lehetsz modi. Nem kell modi. Piff! Hát fiam, nem kell volna ennyit innod, látod. Oh, clear! Szedjük össze a papírenzi bittét. Ez mi? Ja, jó. This man Kessler seems to be key to all this. Figyelj, fölrugdosom. Szétrugtam a kamerát. Sok volt neki a bableves, igen. Vajon a traktor fölrobban-e? Nincs amilyen fölrobbannia neki, na várjál. Dugja a kis fejed! Léci, 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 léci. Enemy searching. Na, gyerünk! Gyerünk, dug, 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 dug. Úgy van, ügyes! Ügyes, még arra! Áj! Megszabadítottuk a sisakjától. Ó, azt mondja a sisakom. Jaj, de szép vagy! Persze, Patuska, hogy Molnár Krisztián lesz a moderátor egyértelmű. Már hogy én ott az vagyok, moderátor, képzeljétek el? Kiki barátom meg ajándékozott a moderátorsággal. Na, rendes gyerek az. Nem is értem, miért bántják. Ujjaj. Edina németné. Király, hogy anyád profiljával ilyeneket írsz. Jaj, haláli. Kőkemény vagy, fiú. Hát írok neki a Facebookon, hogy miket művelsz a fiókjával. Várjatok, mert közben itt kialakult egy kis nézeteltérés. Közben. Hol az Istenbe állnak ezek? Miért nem tudok itt? Ha valaki feliratkozott? Fú, komolyan. Find some cover. Jaj, de be vagytok félve. Ne csináljátok már azért. Azt hittem, ennél azért bátrabbak legyetek. Jó, oké. Oké! Oké, figyelj. Ott vannak a fal mögött, tehát tuti. Mire nem akar sokat, Balázs? Mire nem akar sokat költeni? Nem tudok nekik mit csinálni, nézd meg!
most éppen alszik. Szóval, szevasz! Milyen játékot? Hát a Cségót, GTA-t meg a Minecraftot. Hát azt az szoktátok nyomatni, nem? Az szokott menni. Mester MC, Legendary MC, GTA Online, Minecraft. Na, ó, valaki ott ki fog jönni a fedezékbe. Valaki nem bírt magával. Itt áll, érted? Nem hiszem el. Itt áll a fal mögött. Azok meg ott állnak annál a falnál. Nem hiszem ezt el. Hol vannak? Lehet fönt vannak az épületben? Enemy searching. Hát akkor figyelj. Egyszerű a képlet. Bedobunk oda nekik egy gránátot. Esküszöm, nem tudom, hogy hol vannak. Bosszant. Hát ott mutatja, hogy ott megy szembe. Ti látjátok, hogy ott megy? Az egyik el is tűnt. Azt mondja, itt van szembe velem. Hol? Szellemcsávó. Az itt rájövök, érted? Nincs is itt! Nincs is itt senki! Az olyan visszaszalad a házba. Nincs is ott! Nincs is ott! Szórakoztok itt velem. De ez itt van! Nézd már! Mi a fene? Húha! Ó, de hogy nem ott van, csak lent! Ott van, csak alattam, gondolom. Na mindegy. Oda le kell menni. Ja, hát ott már ott vannak a fiókák. Jön a happy-happy-happy-lő. Ez hülyeség volt, amit most műveltem. Ah, de már meglőtt. De még meg nem is akárhogy. Jó. Jönnek a szellemcsávók odátról, akik nincsenek is ott. Hali, Xbox van 500 GB, kinek bundle reformis konzolt vennék, de nem tudom, hogy mikrofonos füles van-e hozzá, vagy külön kell vennem. Nekem olyanom van, és én a csomagba elvileg része én nem kaptam, de ha írsz, akkor szólnak, tehát megmondják a srácok. Viszont ezeknek az Xbox One-oknak már jackes a kontrollere, úgyhogy bármilyen ilyen telefonos headsetet bele tudsz dugni, és tökéletesen működik. Tehát, hogy ez már nem számottevő. Tehát ez már nem értékképző ez a dolog.
mert bármilyen telefonos headsettel tudod használni. Régen igen, probléma volt, mert akkor ugye a saját kis formátumú csatlakozóját használták, mint ugye a 360 esetében is. De most már ilyen gond nincsen. Bármit beledughatsz. Érted? A jó ízlés határaim belül. Te fékezd már magad! De föl van pörögve a falat. A farkas ember! Tabletre nem akar... Akkor vegyél egy ilyen Lenovo ND Tab 7-7-est, az jó. A Minecraftot nem 12-15 évesek játsszák, hát... Figyelj, nagyon sok YouTube-os 18-20 éves és Minecraftot nyomat. Minecraft egy tök jó játék. Csak az a baj vele, hogy... Hogy ugye, ahogy itt játszák egyesek, az úgy nem jó. Minecraft egy kreatív játék egyébként, tehát... Az egyik legjobb játék. Mint a legjobb. Én szívesen legóznék akár most is. Ilyen szellemcsávok még mindig üldöznek, nincs ott senki. Nincs is ott senki, de meglátott. Jó, már megpróbálom most egy picit elrejtőzni. Már most túlságosan szabadjára engedtük itt a lovakat. Jó, mennyi cucc. Mennyi jó kis cuszli van itt. Na most komolyan mondom, megnézem, hogy utána mi jönnek ezek a film. Hova dobott oda egy gránátot, látod? Nem vackol a fiú, már nincs is kalapja neki. Hú, azt mondja, most király voltam, oda dobtam a gránátot. Meglátom. Aztán várjál, kiposztolok Facebookra. Az Isten! Ah! Megkaptam. Nem jött be. Merül a telefonom, jaja. Tényleg. Az akku lemerült. Jó van, bírd már ki egy kicsit még. Légy szíves. Ezt mit akart itt? Te mit akartál, fiú? Kit akar, betakar, fene tudja, mit akar, ugye? Mondja a mondás. Erre a detektor izére nem nagyon lehet hagyatkozni. Nővéremmel vicceltem, hogy PS konzolomnak a töltét használtam a telefon töltőnek, mert nem lesz semmi baj. Igen, meg fogom csinálni a forzatot. Mikor? Ma? Vagy hogy van ez? Hát most csütörtök van, holnap? Holnap kezdődik, ugye? Azt megcsinálom.
Nem tudom, hogy le tudok-e nyomni egy küldetést ebben a játékban mondjuk. Ez hogy elszaladt? Itt vagyunk. Jó, hagyjuk. Hagyjuk a fiúkat ott, hadd bogarásszanak, érted? Hadd csinálják. Ó. Egy hetes. Jó, hát most nem néztem, a héten nem volt igazi. Tehát nem volt. Ha ezt a küldetést meg sem addig tart a live gumikacsa, 0-0-0-0-0-1. Úgyhogy ne idegeskedjél, vége lesz ennek előbb-utóbb. Ez biztos, hogy fokozottan őrzik. Meglepődnék, ha nem állna ott fönt valaki. Hát most meglepődtem. Látod? Az elején simán le tudtak lőni. Ó, ez ott van lent. Hogy megyek oda le? Ó, nem már. Várjál, már magas a pulzusom. Ha majdnem belehaltunk, Istenem! Hát ez nagyon frankó volt. Igen, lesz olyan, találtam játékot. Szerintem itt már nem maradhatott senki, minden szét lett lőve. Fenébe. Király! Gyerünk, pucolj! Egy kész. No, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, megnézted ezt a fantasztikus első küldetést. A játék tetszik, 10G. És ez egyetlen egy
helyszín volt, másfél óra, az azért nem semmi, úgyhogy nem haltam meg egy csomószor sem, hanem csak egyszer vagy kétszer. Fú, challenge-ek is vannak. Na jó, ezt figyelj, hogyha szeretném folytatást, kommentben tudasd velem. További jó éjszakát mindenkinek, holnap tech videóval jövök. Aztán majd beszélünk. Szevasztok. Szevasztok.